Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai falunapi rendezvényünkön. Tisztelettel felkérem polgármester urat, köszöntse településünk lakosait. Hölgyeim és uraim, Gagyvaszona község önkormányzatának képviselőtestület nevében nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai hagyományőrző falunapi rendezvényünkön. Sajátos ez a rendezvény, hiszen hagyománya volt annak, amikor elkezdtük a falunapok bonyolítását augusztusban. Az éven azzal bővül ki, hogy a Darányi Ignác terv keretén belül, mint a projektárba is mutatja, közel 1,3 millió forintot nyertünk ennek a rendezvénynek a lebonyolítására, és a cél az, hogy Gagyvaszona hagyományait bemutassuk. Másodszor futottunk neki ennek a rendezvénynek, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az augusztusra meghirdetett falunapi rendezvényünk a sárgaság, a hepatitis A vírus jelenléte miatt elmaradt, és a mai napra tettük át ezt a rendezvényt. Senkit nem akarok elkeseríteni, de arra kérném tisztelettel a kedves jelenlévőket, tisztelt vendégeket, hogy a higiénis körülményeket maximálisan tartsák be, ami azt jelenti, hogy a kézmosás az egyik legfontosabb dolog, amit feltétlenül meg kell tenni. Biztosítottunk 3 vizes blokkot, az első vizes blokk az itt bent található. A helyiek tudják, hogy hölgyek és urak részére, itt van a 2 mobil és a hátsó rész is a Sport és Szabadidő Központnál szintén 2 mosdóhelység biztosított. Senkinek nem kell aggódni, hiszen ez a betegség olyan különleges AMTS intézkedéseket nem igényel, hogy a falu az állatot kellett volna elrendelni, vagy bármilyen egészségügyi jó rendszabályokat be kellett volna vezetni. A községünkben, iskolába, óvodába, hivatalba ugyanúgy folyik a napi munka, mint hogyha ez a kórokozó, ez a vírus nem lenne jelen a községünkben. Azt kérem a tisztelt jelenlévőktől a mai nap folyamán, hogy a rossz időre való tekintettel, ami vélhetően egész napos lesz, idebent legyünk, ideben tartózkodjunk, és a fellépők itt a színpadon fogják előadni a műsorszámaikat. Engedjék meg, hogy a mai nap folyamán megragadjam az alkalmat, és tegyek arról említést, hogy meglehetősen nagy felfordulás van a községünkben, hiszen a csapadékvíz munkáinak a feladata is most történnek, illetve a szennyvíz elvezetés is most történik a rendszernek a kiépítése területén. Minden község, ahol ezek a munkák megtörténtek már, átélte azt a gyötrelmes időszakot, amikor sajnos kellemetlenségekkel kellett szembenézni. Én arra biztatok mindenkit, hogy kellő türelemmel viseltessen, hiszen ennek a munkának meg lesz az eredménye. Vélhetően 2015. júniusára biztosított lesz Gagyvaszonán Gagga Arkánnyal együtt a szennyvíznek az elvezetése. Ezzel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy a építésük tekintetében hetenként a Sivák Lajos úr kiáll, ő tud műszaki területen felvilágosítást adni, illetve a kivitelező cégnek is a műszaki embere az önkormányzat hivatalában megtalálható, és akinek kérdése van műszaki területen, bizalommal fordulat irányunkba, és természetesen jegyziasszony, és magam is a felmerülő kérdések tekintetében mindenkinek információval tudok szolgálni. Én azt kívánom a mai nap folyamán mindenkinek, hogy a rossz forrós időjárás ellenére érezze jól magát, érezzük mindannyian jól magunkat, és abba bízunk, hogy a rossz idő után jól fog jönni, és a hangulatunkra ez az esős időszak ne nyomja rá a bélyegét. Még egyszer kellemes időköltést kívánok mindenkinek. Kérném a Gagyvaszonai Pávakör Egyesületet, hogy jöjjenek a színpadra és a szerelmes dalcsoport hallgassuk meg tőlük. Amíg felérnek, azért el kell mondanom róluk, hogy ebbe az évbe fogják ünnepelni 45. éves fennállásuknak az évfordulóját. Nekik is el kellett halasztani, de november 22-ére tervezik, és reméljük, hogy semmi akadálya nem lesz annak, hogy egy gyönyörű rendezvényt tartassunk akkor is a színházteremben. Ha kimegyek a szalai tetőre, onnan nézek a falu közepébe, onnan nézem, kinek van egy szép barna lánya, kinek nyílik rózsa az abla.
melyet téged szeretnek. Mert mind olyan a mostani legénység, körbe házért meg a vagyonért, töri a rossz nehézség. Mert mind olyan a mostani legénység, körbe házért meg a vagyonért, töri a rossz nehézség. Fecske madár szállott a vasútra, Isten veled babám utoljára, nem fogok a kapul előbb járni, tudom fog az árva szíved fájni. Fecske madár, de sokat nincs széna, nincs szalma, nincs a széna tartóba, megiszítak érte, papírt a rajtóba. Lesz széna, lesz szalma, lesz a széna tartóba, oda várok rózsám, papírt a rajtóba. Van széna, van szalma, van a széna tartóba, megcsokollak rózsám, papírt a rajtóba. Hölgyeim és uraim, időközben megérkeztek Erdélyből a testvértelepülésünkből vendégeink, Kaplony és Kálmán községekből, akikkel már évtizedes testvértelepülési kapcsolatot tartunk fenn. Nagy tisztelettel köszöntöm őket, Isten hozott benneteket, érezzétek jól magatok a mai nap folyamán. Műsorunk folytatásaképpen szeretném a Rákai népdalkörösöket a színpadra szólítani. Fogadják nagyon sok szeretettel a műsorukat. Más falusi
műsorával folytatjuk a délelőtti programunkat. 10 percig fog tartani az Isten dicsőségére című műsora. Ezt követően egy pár perc szünetet tartunk, majd folytatjuk Bagi Csaba és Hárdi Gabriella műsorával, azt követően pedig fél egykor a Meggondozottabb Kert és Udvar című pályázatnak az eredmény hirdetésével. Fogadják nagyon sok szeretettel szintén Gabikát. Hey!
kegyes kis zúg Budán, oda szerelmes jár csupán. Nagy fád alatt kicsiny padok, úgy ragyognak, mint a csillagok. A kis nyári szerelmeket elfeledni csak ott lehet. Volt egy kislány, valahol jött felére, és százan suttogják azt az ő fülébe. Döntöttek ezzel kapcsolatban, hogy mi volt az, ami arra
a döntésre hozott benneteket, hogy első, második, harmadik helyezettek legyenek az emberek, hogy kik azt mi nem tudjuk, azt majd polgármester úr elmondja. Köszönöm szépen a szót. Annyit szeretnék elmondani, hogy nem volt nehéz dolga az évi zsűrinek, mivel nem sok pályázó volt. A pályázók nagyon kevés létszáma miatt megnéztük mindent, amit lehetett, mindent, amit kellett, és eldöntöttük, hogy ki a negyedik helyezettet tegyen a versenyen. Sok mindent figyelembe vettünk, a szépséget, a gondozottságot, a veleményességet, illetve az állattartás és mezőgazdaság összhangját egy-egy területen egy-egy teherként. Szerintem nincs okunk szégyenkezni valóra, mert a település portái, telkei nagyon szépen gondozottak, nem szemetesek, úgyhogy szerintem többen is jelentkezhetnének erre a versenyre, többen is nyerhetnének, nagyon szép területek vannak, akik nem jelentkeztek. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Mindenek előtt szeretném megköszönni a barátomnak és a másik két zsűrűtöknek is, hogy részt vett ebbe a munkába. Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik jelentkeztek erre a versenyre. Az elmúlt időkben alakult ki ez a lehetőség, hogy meghirdettük ezeket a pályázati lehetőségeket. Mint ahogy barátom is említette, sajnos mélypontra került ez a dolog, és az év folyamán nem volt olyan intenzív a jelentkezés, mint az megelőző években. Véletlenül annak tudható be, hogy évek alatt kialakult az a szoros rend, amikor megvoltak tulajdonképpen első, második, harmadik, negyedik helyezettek, és talán a többi versenyzőnek kínálta szállt a bátorság, és ezért nem nevezett. Én a múlt év folyamán elkövettük, idézőjelben mondom, azt a hibát, hogy nem gondoltunk előre, és nem találtunk ki ösztönző gondolatot. Én most azt az ösztönző gondolatot vetem fel, hogy magánemberként a 2015-ös legondozottabb kert és udvar verseny során összességében 250 ezer forintot ajánlok fel az első 5 helyezettnek, azzal, hogy a zsűri tagjai fogják eldönteni, hogy első, második, harmadik helyzet milyen díjazásban részesül. Az év folyamán az önkormányzatnak is adottak voltak a lehetősége, de én mivel címügyemnek és nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy közösségnek az élete, a közösségnek a miensége azon múlik, hogy a lakások, a porták hogy vannak rendezve, és én kiemelt szerepet gondolok ennek, és magamra vállaltam az év folyamán, hogy ennek a díjazottaknak a jutalmát én vállalom fel. 2014 évben harmadik helyezett lett Nagy Istvánné, 40 ezer forint jutalomban részesült. Nincs közöttünk itt, de Berti Baránkot kérném, és úgy tetti, hogy a díjat ő venni át, és tolmácsolná elismerésem a házasszonyának, és biztatná arra, hogy a jövő év folyamán ugyanúgy indulja. Második helyezést ért el Búri Ferencné, 50 ezer forint jutalomban részesült. A díjat átveszi Búri Ferenc, a kedves férj. Megkérlek Feri bátyám, hogy fáradjál ide fel, mert akkor így még kisebbnek fogod érezni magam, hogy még minden a kutatóra fogom meg átvenni. Gratulálok Feri bátyám, és biztosod a kedves feleséget, hogy jövőre is ugyanilyen szorgalmas legyen. Így terveztem fel, hogy feljövök ide. Nehéz volt a zsűri. Ezért arra az álláspontra jutott, mivel nem tudott igazából dönteni, hogy két első helyzet került kiosztásra. Az első helyzet Takács Lajos barátunk az Adi úrtól. Van-e? Gyurikám, Tolmács az Lajos bátyáknak. 60 ezer forint elismerésben részesül, és természetesen egy emlékla. A második első helyzet, de természetesen ő is első helyzet, Daruka József lett. Kérlek,
és szintén 60 ezer forint jutalomban részesül. Még egyszer akkor összeszívjük. Azt kérem akkor a jelenlévőknek, jelenlő propagandát fejtsenek ki, és biztossák a lakosokat a tekintetbe, hogy jövőre minél többen nevezzenek erre a dologra. Az elmúlt év során felvetődött az a gondolat is, hogy a Zali út az azok közé, az utcák közé tartozott, akik többen is neveztek erre a versenyre, és díjat is nyertek. Én nem tartok elképzelhetőnek egy olyan versenyt sem, a következő testületen fog véleményem szerint múlni, hogy ne csak személyek, lakások közötti megmérettetés legyen, hanem írjuk ki azt is, hogy a leggondozottabb út vagy utca pályázatba is induljanak, hogy ne csak egy-egy ház, hanem utcák, és ezáltal pedig az egész község legyen rendezett. Azt hiszem, hogy akkor, amikor ez a díjazás, illetve zsűrűzés fog történni, a község már olyan állapotba fog kerülni a szennyvíz kapcsán, úthelyreállítása kapcsán, hogy az utcán történő közös szépítés, munkavégzést a most kialakult rendetlenség idézőjelben mondva nem fogja hátráltatni. Kérem a jelenlévőket, hogy hintsék ezt a gondolatot el, és arra biztatok mindenkit, hogy minél többen méretessünk meg a 2015-ös évben. Köszönöm szépen! Hajrá szép udvarért, hajrá a tisztaságért, és hajrá, hogy Takaszada összefogjon, és mindenkinek nyerési lehetőséget adjon arra, hogy egy kis pénzt haza vihessen, és abból valami szépet teremtsen. Jó, hovat lévettem még, mert hogy a játékterem az, vagy mi? Étterem, vagy étterem, vagy mi? Hát ismeritek, hogy Csicsónének három járnya, mind a három egy szobjába. Csicsóné, galambó, te rád illik a csókó. Anya! Aléman te! Hát mi a... Júj, hogy az a... Júj, hogy az a... Júj, de megütöttem a... lábamat, júj, hogy az a bólhával teli három hónapján éhező, három és fél lábú sunyi ravasz, oly rühes, félszemű, kajnafülű róka húzza bele. Mit állat tette ide ezt a nyavajaját? Na én még az... Jó Istennek, ilyen teremtményit nem láttam. Hát én ezt a magam fejéből nem tudom elrendeni, hogy mi lehet ez. Úgyhogy bejszem a faluházába, ott majd az előjárók megmondják, hogy mi lehet ez, mert azért fizetik őket, hogy ők minden okosságot tudnak. Hát bizonyám. Na! Leselkedjünk is neki. Ó! Oh,
Peace. And I'm holding that. Oh, man, I can't.
Régóta megvan a gyógyszer, ha valami ér. J-dupla viszkiből, két dózis egy helyen. Egy a társaság miatt, igen, egy bötró napom legyen. Egy a rossz időre kell, egy bötró napja kell. Már a lányam is kevés, éleg, mint a jég a viszkiből. Lárma is jár, az okorán és hajam is száll. A kezén összegyűlik bár kohár. Egy szüke beáll a pult mögé, mert rám nyitva sejteni. Az a viszem, ha túl leszek rajta már. Se hívlak, ha darabokra húzok szív. Régóta megvan a gyógyszer, ha valami ér. Két dupla viszkiből, két dózis egy helyen. Egy a társaság miatt. Invisible, visible, curve.
your head high in the sky every day. As you walking by, why don't you ever stop to look at me? Stop that game, don't miss your time. For all the dreams I've met in mine. No one's to play hide and seek for a way. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart. Oh,
Thank you.